Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jöjjön Warframe gyors tip Acolytes. Ugye az új event, ami jelenleg folyik Warframe-en belül, valamilyen részről kapcsolódik természetesen a Second Dream-hez is, de a lényeg, ami lényeg, hogy megjelentek ezek az Acolytes-ok, és nagyon érdekes modokat dobnak. Szóval, hogyha megcsináltad az első felét ennek az eventnek, megkaptad a katalisztot, és most jön a második fele, ahol 10-szer meg kell ismételned, hogy levadászod ezeket a stalker hasonmásokat, és cserébe viszont ők nagyon-nagyon érdekes modokat dobnak. Amire viszont szeretném kihangsúlyozni, az az, hogy ne állj meg 10-nél, menj, és farmolj tovább is, mert egyes, ha szerencséd van, természetesen kikaphatsz bizony-bizony nagyon-nagyon érdekes modokat. Mi hamarosan rátérek, hogy mire gondolok ezen nagyon érdekes modok alatt. Egyelőre mik ezek az akolájcok? Ezek az akolájcok a leírás szerint ilyen misztikus lények, amelyek képesek felvenni a Warframe-eknek a tulajdonságait, de valamiért, valamilyen okból ugye a Stalkernek az arcát viselik, ne kérdezz semmit. Na most viszont ugye ezek a Acolytes-ok, tehát ezek a furcsa lények, ugye megvannak egy páran, 6 egészen pontosan, és hogyha lemaradtál, az egyik az már halott mostanra. Ugye van egy Valkyrie, egy Frost, egy Loki, egy Necros és egy Meso és egy Limbo fajta, mondhatni így, és mindegyik más-más modot dob, némelyik mod értéke igen bizony eléri akár a 100 platot is, mert nagyon ritkán dobják, de viszont nagyon hasznos dolgokat tesznek. Mire gondolok hasznos dolgok alatt? Tegyük fel, itt van például a Valkyrnek a modjai, a Valkyr fajtának a modjai. Neki van például egy olyan, hogy Body Count, ez meg 12 másodpercig megnöveli a combo duration-t a kardnál. Hát a Valkyrnél ez nem egy rossz dolog, hogyha úgyis kardozol vele, plusz 12 másodperccel a kombó élettartam idejét megnövele. Mit jelent ez? Kardozol, felépítesz egy kombót, mondjuk egy 3,5-szeres kombót, tehát nagyobbat ütsz, és mondjuk egy pillanatra nincs ellenfél a környéken, hát van 12 másodpercet, hogy találj egyet, és tovább folytasd azt a kombózást. Szóval nem egy rossz mod, de mivel ugye egy átlagos mod, így aztán nem ez például az, ami a legjobb, de már ez is sokat tud segíteni egy bizonyos a kardon, viszont talán erről egy másik videóban beszélek, hogy megéri-e az, hogy kivegyünk valamit és betegyünk egy ilyet helyette például, de természetesen vannak más módok, de szerintem ezt egy másik videóban fogjuk megvitatni, pro vs kontra a régi modok és az új modok, mert úgy gondolom, hogy az új modokban van potencia, és belegondolva abba, hogy a játék hova fejlődik, szerintem egy ilyen új generációs modolás technológiával ezek az újabb modok, ezek nagyobb szerepet fognak vállalni. Például a Valkyr fajtának van még egy másik módja is, ugye a Repeater Clip, a neve. Reload esetén 105%-kal megnő a fire rate-et 9 másodpercig is, ez shotgunokra, és van egy ugyanilyen rifle-re. Nem egy rossz mód, ezzel egy csomó fegyverből kiüti a gyors lövő modokat, mert ez sokkal jobb abból a szempontból, és mivel 105%-kal megnöveli a lövési sebességet, hogyha célzol 9 másodpercen át, 9 másodperc volt tényleg nagyon hosszú idő, ez nagyon sokat jelent, és itt még ráadásul szabályozni is tudod, hogy mikor lő gyorsan, mikor nem kell gyorsan lőni, azzal, hogy émelsz, vagy éppen nem émelsz, szóval nem egy rossz dolog semmiképpen. Akkor nem tudom, itt van például a Loki Frame, jelenleg még nem az összes volt ugye játékban. Neki a modja a Catalyzer Link, Embed Catalyzer, Weeping Wounds és a Nano Applicator. Mindegyik egy nagyon érdekes mod ebből a szempontból megint csak. Némelyiket ugye eléggé ritkán dobja. Ugye a Catalyzer Link a 60% státus esélyt ad, miközben célzol 9 másodpercig, ez van a rifle-ökre. Ugye az Embed Catalyzer, hogyha elkapcsolod valamelyik képességét a Warframe-ednek, 90% status chance ad kispisztóra, miközben célzol. Szóval mindenképp olyan modok, amelyekről azt lehet elmondani, hogy így
valamiért jutalmaznak, valamilyen jutalmat adnak. Azért, amit elérsz a játékban, van, is, van olyan is, ugye, hogyha headshotot lősz, akkor megnő a státusz, szóval valamit csinálsz, és emiatt kapsz valamit a játékban. Azt gondolom, hogy érdekes módok, hogy megéri őket lecserélni, lesz szerintem, lesz, amit nagyon is, és lesz, amit nem is, de ezt, erről talán beszélgetünk egy másik videóban, amikor én is már egy kicsit jobban kiteszteltem őket, és megnéztem, de például a mili fegyveresek nekem már nagyon szimpatikusak, úgyhogy szerintem ne álljatok le a farmoláson, ha megcsináltátok mind a 10-et, hanem farmoljatok még. Az meg a másik, hogy van egy olyan érzésem, hogy valamilyen úton, módon visszatérő modok lesznek, és ezeket valahogy behozzák a játékba, mert a Warframe-esek nem szoktak olyanok lenni, hogy behoznak valamit, és utána soha többet nem látod. Szerintem valamilyen úton, módon be fognak épülni a játékba, és azt kell mondjam, hogy elég érdekes modok. Például, hogy itt van ez a Weeping Wounds nevű, megint csak a Loki fajta dobja, ez, hogyha combo multiplayer csinálsz a kardodat, tehát ugye gyakorlatilag ugye kardozó, és felépül a kombó, 120%-os státusz esélyt kapsz. Ezzel elképesztő adatokat fogsz elérni egy kard, úgy lebontja a 100-as ellenfelehez, szerintem a kard, mint a Sheets. De ez például, ez már egy kevésbé gyakori mob, érdemes farmolni őket, és kiszedni, amit tudunk a legtöbbet. De például van itt is egy olyan, hogy Nano Applicator shotgunokra 90% státus chance, miközben aimelsz 9 másodpercig, hogyha elkapcsolsz egy képességet, szóval ez egy rossz dolog. Na most, nem lehet őket transmutálni, ezt is ki kell emelni. Ennyi lett volna ez a gyors videó, csak egy ilyen kis heads up, hogy ne álljatok le a 10 megcsinált küldetés után, néha-néha menjetek rájuk, és próbáljátok meg kiformolni a jobb modokat. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!